16. alkalommal szervezték meg a kőketánc énekes népi játék és néptánc vetélkedőjét. Az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 15. alkalommal ad otthont ennek az igen tömeges rendezvénynek. Idén első alkalommal a Magyar Nemzeti Tanács a zenekaroknak hozzájárulást, anyagi hozzájárulást biztosít, hiszen ezek a csoportok már egy része, háromnegyede vagy kétharmada zenekari kísérettel lép színpadra. Nagyon tulajdonképpen ünnep mindig egy-egy ilyen rendezvény, mert ezeken a rendezvényeken a gyerekek viseletbe öltöznek, népviseletbe öltöznek, és öröm látni őket, hogy mozognak, hogy viselik a saját viseletüket. A fellépők négy kategóriában léptek fel, énekes népi játék, szólótánc, csoporttánc, illetve vegyes korcsoport kategóriában. A zsűriben idén Majorosi Tíme, a néptánc pedagógus van Békés Csabáról, koreográfus, néptáncos, Farkas Tamás, a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes vezetője, örökös aranysarkantyús táncos, a népművészeti ifjúmestere. Ők értékelik, Tíme a népi énekes is, ők értékelik a produkciókat, illetve Borsi Ferenc népzenész, aki hát nem elsősorban a zenekarnak a technikai játékát értékeli, hanem inkább a zenei válogatást véleményezi, hogy megfelelőek-e, terjesztése alkalmasak-e azok a dalok, amiket zenei kíséretként választanak legtöbbször a koreográfusok, csoportvezetők. A vetélkedőn több mint 1000 versenyző vett részt, összesen 51 műsorszámot adtak elő. A résztvevők gyönyörködhettek a szép táncokban, zenében és nem utolsó sorban a gyönyörű ruhákban.